Kérem a következő tanút. Neve, foglalkozása. Én, mint egyszerű grófnő éltem egy kastélyban. Jó uram, s hogy majd mi lesz belőlem, csak arról álmodtam. Volt egy vakmerű vágyálmom, hogy rendőr leszek, vagy színésznő sárváron. Ó, uram, sajnos egyik sem lettem, de egyszer megpróbálom. Mikor született? Az, hogy mikor születtem? Mi köze van hozzá? Jó, uram! Nos, amennyinek látszom, s tegyen még huszat rá. Mikor születtünk, oly mindegy. Fontos, a gólya kit hová csöppintett. Ó, anyám! De mi a fenének szültél egy grófnőt meg? Kérem, az én türelmem is véges. Hogy hívják? Volt egy francia őrgróf, így szólított kontesz. De mikor? Most úgy hívnak néném asszony, s ez mit sem tesz. Hozzáteszik, ez grófnő volt. Nézd az öreg cuncit, egyszer egy jó nő volt. Mikor Mária Tercsi anya királynő volt. Nem érdekelnek a történetei. Amit igaznak szépnek hittem, azt megmondtam. Jó uram, tudom, igazság, gazság között az így ott van. Aztán kitelepítettek, mégis megmaradt bennem, bár mindenemet elvettek. A hitem, így hát loptam a krumplit, amikor éheztem. Azt akarja, hogy kivezettessem? Kérem, ne zavarj. Rendre utasítom, fejezze be. Egyszer felfelé visz majd az út, a nagy létrán, még ráér, s a kender szakálú Szentpéter vár én rám. Prima káder leszek majd fenn, ám de sosem felejtem azt, ami jó itt lent, a csodát, azt, hogy 20 éves voltam, sok-sok 20 éven át.